Egy húrom pendülünk, avagy a húrelmélet csodái. Hihetetlenül izgalmas és magában ragadó kérdés beszegetnek a fizikusok. Az univerzumot felépítő valamiket fürkészik, saccolják, s modelleket dolgoznak ki a végtelenek és a dimenziók problémáira. És teszik mindezt úgy, hogy lehetőleg kevesebb kérdés maradjon a végén, mint amennyi korábban volt. Az egyik ilyen ígéretes de még korán sem kiforrott modellről, a húr elméletről lesz szó pár szóban, remélhetőleg közérthető módon. A húrelmélet, csak úgy, mint annak öt további változatát egyesítő M elmélet, egy részeske fizikai modell. Sajátossága abban áll, hogy nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként közelít a rejtélyes részecskék felé. A részecskék azért titózatosak, mert láthatatlanok. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a görögök bevezették az atom fogalmát, amely ugyebár oszhatatlant jelent, esélyük sem volt arra, hogy abban az életükben akár egyetlen megveszekedett atomot lássanak. Ha már most valaki a húrokat szeretné megérteni, akkor nagyjából ugyanígy fog járni. Nem szükséges azonban, hogy bárkinek is a kedvét szegi a lehetetlennek tűnő húrvadászat. A ma létező legnagyobb gyorsítótól milliószor millióval erősebb teljesítményűre volna szükségünk a megfigyelésükhöz. Ezek után nyilván mindenkit érdekel, hogy akkor mit neveznek húroknak. Erre a kérdésre nem tudnak tudósaink egyértelműen válaszolni, ezért többféle elméletet dolgoztak ki. Az egyik elmélet szerint a húrok zárt húrkokat alkotó részecskék. Méretüket tekintve olyan parányiak, hogy képtelenségüket felfogni a milliárdot szorozzuk meg milliárddal, majd az így kapott mennyiségű húrt rakjuk egymás mellé. Így az nagyjából egy atommagot fog kitenni. Más források szerint a húrok mérete 10 a mínusz 35 en méter átmérőjű. Érthetőséget ígértem, úgyhogy a számoktól most vonatkoztassunk el. A húrkokká záródott Húrok alkotják az elmélet szerint az eddig ismert részecskéket. Így a sokféle részecske helyett elegendő csupán húrokról beszélnünk. Ebből kifolyólag, amikor mi különféle részecskékről, például elektronokról, bozonokról vagy fermionokról beszélünk, akkor valójában a húrok rezgéséről értekezünk. Minden rezgésmód gyakorlatilag egy másik részecskének felel meg. Így módon minden részecske leírható. Eddig a teória nagyon elegáns. Ide kívánkozik egy megjegyzés, miszerint a húrelméletnek van egy szimmetriát is tartalmazó változata is, ezért szuperhúrelméletnek is szokták nevezni. A húrelmélet alkalmas a részeskék közötti kölcsönhatások levezetésére is. Szinte minden a húrelmélet alapján végzett számítás véges eredményt adott, ezért első látásra roppant tetszetős. A húrelmélet egy lehetséges útja annak, hogy az általános relativitás elméletet és a kvantummechanikát összhangba hozzák egymással. Ugyanakkor kiköszöböljenek olyan nehézségeket, amelyek a pontszerű részecskék feltételezéséből adódnak. Attól sem jönnek zavarba a tudósok, hogy eleddig semmilyen kísérleti bizonyíték nincs a húrok létezésére. A kutatók amúgy beérnék csupán annyival is, az elmélet bizonyos előrejelzéseket tenne az alacsonyabb energiaszintű világokra nézve. Így módon ellenőrizhetővé válna az elmélet számos alapvetése. A hur elméletet azt teszi bonyolultá, hogy a tér extra dimenzióit kell bevezetni. De ilyeneket mi nem ismerünk, nem tudjuk mérni, vagy valamilyen módon érzékelni azokat. Így olyan modellt kellett kidolgozni, amely képes volt elrejteni a dimenziókat pontosabban az extra dimenziókat. Itt lassítsunk, és értsük meg jól, hogy miről van szó. A klasszikus példa szerint egy locsoló csövet figyelve észlelhetjük, hogy a cső egy kétdimenziós felület feltekeredése. Így, amit mi pontnak láttunk korábban, az egy cső kerületén található kör. Ehhez hasonlóan elképzelhető, hogy a háromdimenziós térpontjai tulajdonképpen a negyedik dimenzióból létező körök. Ha pedig a körök méretét lekicsinyítjük, akkor logikus, hogy láthatatlanokká tennénk őket. Így születhetnek rejtett, illetve extra dimenziók, amelyek vannak is, mert léteznek, meg nem is, mert nem látjuk azokat miniatűr voltuk miatt. A gondolatsor azzal folytatható, hogy akkor több extra dimenzió is létezhet egymástól függetlenül, ugyanakkor egyesülve is. Ez szerint különböztetnek meg számos újabb és újabb felgöngyölő dimenziót jellemző geometriát és topológiát a kutatók. Nagy dilemma, hogy az extra dimenzióknak milyen az alakja és a topológiája, és mennyiféleképpen tehetők láthatatlanokká. Hiszen minden extra dimenzióhoz külön részecskék és kölcsönhatások tartozhatnak, amelyeket mi egyelőre nem is ismerhetünk. Hányféle alternatív világ létezhet? Mennyi részecske fajta? Mennyi kölcsönhatás? E kérdésekből és válaszokból következik, hogy a húrelméletből sok világ létezése adódik, következésképpen a helyzet kissé komplikáltabbá válik. Vannak, akik abban hisznek, hogy idővel az elmélet adta számos és sokféle világból lesznek olyanok, amelyek tulajdonságai és állapotai megfeleltethetőek a mi alacsony energiájú világunk fizikájának. Mások nem riadnak meg a sokféle alternatív világ felbukkanásától sem. Így születhetnek a multidimensionális teóriák. A húrelmélet eleinte nagyon népszerű volt, mert valamennyi erőhatás leírását belesűrítette egyetlen elméletbe. Később újabb forradalmi felfedezéseket tettek, ugyanis kiderült, hogy nem kevesebb, mint öt elmélet létezik, amelyek között van összefüggés, illetve kapcsolódás. Az áttörés lényege az volt, hogy a húrokat 11 dimenzióban mozgó membránokként írták le. Ezzel azonban már egy újabb elmélet előtt nyílt meg a lehetőség, melyet M elméletnek kereszteltek el. Boldog napot!